Makó a hagyma fővárosa. A hagyma mindig is jelentős szerepet töltött be a gasztronómia világába. A finom fűszer hatása, gyógyító hatása kiemelkedő volt már az ókorban, középkorban és napjainkban is. A rendszerváltás előtt, ha meghallottuk azt a szót, hogy makó, a vöröshagyma jutott eszünkbe, és sajnos a átalakulás miatt, a piaci hatások miatt a vöröshagyma termő terület Makó környékén drasztikusan lecsökkent. Ami még tartja a pozícióját, az a fokhagyma, és ennek egyik hiteles emberi és szakmai képviselője számomra kedves barátom Zsótér Géza, akit szeretettel köszöntök. Üdvözöllek. Régóta Géza elkötelezetten folytatta korábban a vöröshagyma termesztést, most pedig a fokhagyma termesztést. A mögöttünk látható csodálatos táblán Géza több fajta összehasonlításával fokhagyma előállítás folytat. Picit lessünk bele ebbe a világba, hallgassuk meg, hogy Géza, miért is indultál neki, mit jelent számodra a fokhagyma termesztésnek a képviselete, illetve termesztés technológiája? Tulajdonképpen a fokhagyma termesztése családi körben már több mint 30 éves múltra tekinthető vissza. Azóta gyakoroljuk több-kevesebb sikerrel, de most már úgy néz ki, hogy mintha belejöttünk volna egy kicsit, meg a szerencse is mellénk szegődött. Tulajdonképpen egy olyan 12 hektáron termesztünk fokhagymát, külföldi fajtákat, francia nemesítők által behozott első szaporítási fokot letermesztjük, és utána, mint útégyes gerizdet elrakjuk a földbe, és utána mindet áruhagymaként értékesítjük. Említettél egy gondolatot, hogy francia fajtákkal dolgozol. Itt vagyunk Makón, a makói hagyma hazájába. Mi történt a makói fokhagymával, a makói fajtákkal? Hol vannak? Vannak még köztermesztésben? Van köztermesztésben makói fajta, csak egy a problémája, hogy nincsen megoldva a vírusmentesítése. Ugye, hogyha nincsen megoldva egy akármilyen növénynek a vírusmentesítése, az mindig termésátlag csökkenéshez, vagy nagy mennyiségű csökkenéshez fog vezetni, ami természetesen a termelékenységet, a jövedelmezéséget nagy mértékben rontja. Így ezáltal nem lesz versenyképes a gazda, a fokhagymája. Ez a terület egy öntöző rendszer alatt van, kiváló talajadottságok, kiváló tápanyagellátás mellett dolgozol. Mi a titka az igazi jó fokhagyma előállításnak? Ugye mindennek az alapja az éltető víz, ez nem kérdés. Nagyon arid, aszályos a környezet, többfele járok, ahol nem tudnak öntözni, bizony ott küzdenek a hagymák akár a fejesedéssel, akár a fejlődéssel. Mi az a sarkalatos pont, ami a fokhagyma termesztésnek egyik rejtett titka lehet? Én azt mondom, mint minden növénynél, a nagy fokú odaadás, a szeretet, tehát sose azért veti a termelő, mert előre számol, hogy most mi lesz a jövedelmezőség, mi nem, persze természetesen bízik, meg próbálja a legjobb tudása szerint, de mindig az alázat, az odaadás, a növénynek a szeretete, a maximális lehetőségekhez képesti kiszolgálása, nézni, hogy milyen állapotban van, mit kíván, mit szeretne adni neki, hogy minél nagyobb, minél jobb minőségű termést takarítson. Mindig az üzlet szól, most is, hogy csöng a telefon, de nagyon komoly üzleti vonalakat is viszel, hiszen értékesítésben, illetve most közeledik a betakarításnak az ideje. A fokhagyma ugye egy rendkívüli módon kézimunkaigényes növény. Hogyan tudjuk ezt az idei évben, vagy hogyan tervezed a kézimunkaigény szempontjából, hiszen a szedés kapujába vagyunk? Tulajdonképpen a 12 hektárnak azt a részét, amit folyamatosan zöldvágottként takarítunk be, és már mennek az áruházaknak a pultjára, a polcaira, azokat a késői csapadék hatására géppel nem tudtuk megközelíteni, szödni, tehát átálltunk egy kézi szödésre, földolgozásra, kézi pucolásra, és utána majd, amikor már a talajadottságok, meg az érésfázis oda következik, hogy bele tudunk menni akár egy soros szedőgéppel, vagy itt, amit látunk, egy négy soros vetés, egy négy soros szedőgép, akkor pedig átállunk a gépi betakarításra. Kezünkben van, elvehetem egy pillanatra, hoztettünk ki a talajból hagymákat. Látjuk, hogy a fejesedési folyamat szépen zajlik. Ezek a hagymák, ugye most az első ilyen fázis, amit a konzervgyárak felvásárolnak, ugye a zöldvágott hagymát, amit különféle szármagasságokkal letisztítva szépen fehér állapotba vásárolnak meg, és így kerül a dolgozó vonalra. Ez a hagyma élettanilag növekszik-e még itt? Fejesedik-e még itt?
a gerizdek teltebbeké fognak válni. Mit lehet tudni, mi a tapasztalatot, ha megkérdeztetem erről a csodálatos növényről itt? Ez tulajdonképpen most egy olyan fél érési fázisban van, tehát ez, hogyha a fej átmérőjét nézzük, ez körülbelül a duplájára fog nőni. A gerizdek jobban, sokkal jobban ki fognak ülni, tehát sokkal jobban látszani fognak. A betakarításnak a előre látott időpontja, az tulajdonképpen az a június 15-e utáni állapotot fogja tükrözi most. Idejében volt-e növényvédelmi probléma, volt-e valami, ami kihívást jelentett? Eléggé száraz volt az időjárás, nem kimondottan a kórokozóknak kedvezett ez az év. Hál' Istennek nem, áthidaltuk az úgymond nem látott problémát, mert attól függetlenül, hogy nem látszik, a biztonság kedvéért az engedélyezett kondicionálókat, esetlegesen gombölőket mindig oda szoktuk adni a növénynek. Tápelemben mi a hangsúlyos tápelem, ami foszforkálium, ugye, kén tartalmú anyagoknak hozzáadása? Hát tulajdonképpen kap egy olyan alapműtrágyát, ami egy komplex alapműtrágya, ugye nitrogén foszfor, kálium, egy 10-26-26-os, ez ősszel kijuttatva, vetés előtt beledolgozva a talajba, és utána tavaszi induláskor pedig egy nitrogén dúsabb, egy pétisót odaszorva sorszóróval, vagy pedig közvetlen öntözés előtt, nem csak azért, mert hogy a műtrágyárak nagyon megugrottak, hanem az, hogy mindenféleképpen oda tudjuk kellően adaptálni a növénynek a fejlődési fázisához. Ebbe az állapotában, amikor már ugye elkezdődik az érés, ilyenkor ugye a legnagyobb a nitrogén igénye a növénynek, meg a kálium igénye. Kálium igénye lomtrágyának természetesen attól függetlenül, hogy az alapműtrágyában van kén, meg biostimulátor az alapműtrágyában, a lomtrágyánál sose hagyom ki a ként. Egy 3 liter per hektár dózisba. Kedves Géza, rengeteg a munka, nem tartalak föl. Nagyon szépen köszönöm, hogy megálltál velem beszélgetni. Eredményes munkát, jó betakarítási előkészületeket kívánok. Köszönöm szépen, örültem, hogy itt lettem. Szeretném még egyszer megmutatni ezt a csodálatos hagymát. Hiszem azt, hogy akár a táplálkozásunk során, akár az egészségünk szempontjából, de akár agronómia szempontból a hagyma egy kiváló növény, nem zsarolja ki a talajt, nagyon jó előveteményként szolgál a következő növénynek, hiszen hallottuk, nagyon sok okszerű tápanyagellátást kap, amit ugye tartalékként visszahagy maga után, és a következő kultúra nagyon jól tudja hasznosítani. Kívánok mindenkinek, hogy legyen étrendjében a fokhagyma jelen, a gyógyító csoda legyen mindannyiunk számára igazi orvosság. Köszönöm szépen. A magyar gyógyító csoda. És ami nagyon fontos, magyar termőföldből magyar hagymát fogyasszunk.